A Pannon Televízió a megújulás folyamatában van, illetve az egész médiaház a Pannon RTV a megújulás folyamatában van. Az igazgatóbizottság január 19-i döntésével összhangban én lettem a televíziónak a megbízott főszerkesztője. Fontosnak tartom azt, hogy egy központi TV-hálózat alakuljon ki itt a Vajdaságban. Fontos, hogy a vajdasági magyarság értesülhessen az egész tartományban megrendezésre kerülő eseményekről, és a Pannon TV vállalja ezt az összekötő szerepet. Továbbiakban nagyon kiemelt jelentőségű probléma nekünk az, illetve a problémának a megoldása lenne az, hogy felkerüljünk egy nagyobb műholdas szolgáltatóhoz, akár a DigiTV-hez, hogy el tudjunk jutni mindenhova, mert azt gondolom, hogy csak úgy tudjuk betölteni ezt a szerepet, hogyha le van fedve az egész tartomány. Új műsorok jelentkeztek, bővült a hírháttér, a közügyek, beindult egy ilyen elemző hírháttér műsor, a híradóban nem csak vajdasági érdekeltségű témákkal foglalkozunk, hanem európai, Magyarország, illetve a világ eseményekkel is foglalkozunk, mert azt gondolom, hogy a vajdasági magyar nézőnek fontos, hogy a világ eseményeiről is tájékozódhasson. Emellett a fordításoknak köszönhetően a szerb-magyar kapcsolatokat is, erősítését is felvállaljuk, a magyar műsorokat szerbre fordítjuk, egyes műsorainkat, illetve a szerb műsorainkat magyarra.